Pécs 2010-ben volt Európa egyik kulturális fővárosa. Az ehhez kapcsolódó városfejlesztési projektek azonban jelenleg is javában folynak. Magazinunk ezen adásában arra vállalkozunk, hogy számba vegyük a beruházások készültségi fokát, visszatekintsünk a már elkészült kulturális nagyberuházásokra, és futó pillantást vessünk a térmegújítási kísérletekre is. Érdeklődésünk középpontjában a Zsolnai negyed rehabilitációja, a Kodály Zoltánról elnevezett koncert és konferencia központ, valamint a tudásközpont épülete állt. Az a városfejlesztési folyamat, ami ezekkel a hibákkal és részeredményekkel lezajlott Pécset, az tulajdonképpen legfőbb célkitűzésének tekintette a városi életnek az újrafogalmazását, azt a közösségi együttgondolkodást, amelyik ma egyébként Európában mindenhol alapja a városi tervezésnek. Komplexitásában nézzük a folyamatokat, tehát úgy, ahogy a város a pályázatában annak idején megfogalmazta, a különféle területeknek külön-külön próbáljanak meg eredményt elérni városfejlesztés szintjén, hanem együttműködésben sokkal erősebb hatást tudjanak kifejteni. Mivel itt láttuk, hogy nagyon sok tekintetben sérült ez az eredeti elképzelés, ezért arra gondoltunk, hogy elindítunk egy olyan programsorozatot, amelyik ezeket a szempontokat újból föl tudja vetni. A Dél-Dunántúl Építészkamara építészet és kontextus néven egy programsorozatot szervezett, amiben az eredeti célkitűzés az volt, hogy az építészet, az urbanisztika, a szociológia, a képzőművészet, zene, kommunikáció területén tulajdonképpen egy olyan együttes programot mutassunk föl, amelyik a város fejlesztése, ezen belül pedig a közterületnek a fejlesztésére reagál. Szakmai, tudományos szinten egy nemzetközi konferenciát hoztunk létre a kulturális város után. Az, hogy regionális építészeti kiállítást szerveztünk, az, hogy művészeti pályázatokat szerveztünk a közterületekhez kapcsolódóan, vagy az, hogy olyan közösségépítő programot hozott létre Patartis Zorán például Elővé címmel, amelyik Pécsnek egyik fontos szociológiai problémájára próbált az építészeten keresztül reflektálni, nevezetesen, hogy miért mennek el az emberek egy városból, miért mennek el az emberek Pécsre. Azt gondolom, hogy egy kísérlet volt arra, hogy megmutatni, hogy ez a fajta együtt gondolkodás, ez milyen eredményeket tud hozni, és a programok ilyen értelemben sikeresek voltak. Ennek a szervezésében Bence Zoltán kollégám vitte talán tematikailag a legfontosabb szerepet, mai napig együtt dolgozunk, de a program még nem fejeződött be, és nem is kis küzdelmet folytatunk érte, hogy kortárs képzőművészeti alkotások kerüljenek pécsi közterületekre. Az EKF projektek sorában viszonylag kevesebb figyelem jutott a pécsi térmegújításokra, holott a város élhetősége, esztétikai arculata szempontjából ezek legalább annyira fontosak és jelentősek, mint a kulturális nagyberuházások. A rendszerváltást követő 10-15 évben alig történtek beruházások és fejlesztések a köztereken. Az Európa Kulturális Fővárosa program keretében végrehajtott revitalizációs program ezen a helyzeten segített. Három elv határozta meg az átalakítások rendszerét. Az egyik az volt, hogy akupunktúra szerűen a város szinte egész területét behálózóan különböző pontokon terek vagy térrendszerek kerüljenek átalakításra, és az ott elért eredmények kisugározzanak környezetükbe. Második cél az volt, hogy ezek a beruházások elősegítsék a közterek birtokba vételét, új funkciók és új használati lehetőségek kialakítását eredményezik. A harmadik fontos dolog az volt, hogy valóban az embereknek szóljon. Ennek részeként nagyobb összefüggő területek kerültek megújításra. Megújult Pécs városközpontja, többek között a Széchenyi tér is. Szerencsés módon például sor került arra, hogy lakótelepeken is történjen köztér átalakítás, aminek a szociális vonatkozásait azért nagyon nehéz lenne alulbecsülni. Ugyanakkor megújult például a Tettye, amely azt mondhatnánk, hogy a kikapcsolódás vagy a pihenés övezete Pécs városában. Nagyon nagy szerencséje van a városnak azzal, hogy majdhogy nem utólag belekerült ebbe a köztér rehabilitációs programba három lakótelep rehabilitáció is. Urbanisztikai szempontból nagyon rosszul szerkesztett köztérrendszer kellett megújítani, ahol tulajdonképpen a
városi terek, a közösség találkozásának a szintere sem voltak adottak. Ahol most mi például ülünk, ez eredeti funkciója szerint egy aszfalttal borított parkoló volt. Térpótléknak neveztünk mi, csináltunk valamit, ami a szociális érintkezésnek egy új lehetőségét hozza létre. Ehhez csatlakozik egy sétány, de tulajdonképpen egy aszfaltcsík volt 1957-től 2009-ig. Ennek próbáltuk olyan karaktert és olyan kialakítást adni, hogy kihozzuk az embereket a házakból, és próbáljuk aktívvá tenni őket, ezért különböző funkciókat helyeztünk el a sétány mellett. Ugyanakkor ami a legnagyobb probléma ezeken a helyeken az, hogy személytelenek ezek a lakótelepi környezetek. Nincs a dizájnnak egy olyan formája például, ami a burkolatban vagy a bútorok kialakításában lehetővé tenné számukra azt, hogy kötődjenek hozzá, és az 50-es évek hangulatában tervezett konzolos padokat új anyagból, új dizájnból újra terveztük és újra formáltuk. A Zsolnai negyed megújítása nem egyetlen projekt, hanem több különálló projekt együttese. A munkálatok jelenleg is zajlanak Pécs városának talán legszínvonalasabb kulturális övezetét hozva létre. Nem csak a patinás porcelán manufaktúra épületállományának megmentéséről van szó, hanem arról is, hogy ezek a városi terek új, hasznos funkciókat kapjanak. A Zsolnai gyár Pécs életének a része volt mindig is, ugyanakkor úgy működött, hosszú időn keresztül, mint egy kis enklávé. Tehát gyakorlatilag egy kis szigetország volt a városon belül. Ez nyilvánvalóan a világháború utáni időszaktól értendő, mondjuk a 90-es évek legelejéig. Gyakorlatilag senki nem tehette be a lábát a gyár területére, aki akár pécsi volt, de nem ott dolgozott. Amikor privatizálták magát a teljes zsolnai gyárat, onnantól került ez be Pécs vérkeringésébe. Úgy innentől számíthatjuk az újjászületését ennek a negyednek, és ekkor megnyílt maga a gyárterület. Olyan ipari műemlék együttesről van szó, ami nagyságrendileg egy 5 hektáros területet foglal el, nagyon nagy mennyiségű épülettel, csak nem 40 ezer négyzetméternyi házról van szó. Egy olyan program került megvalósításra, ami Magyarországon példa nélkül, és példa lehet sok magyar városnak is, hogy hogyan kell mondjuk egy ilyen helyzetben városi ingatlanok megújítását elvégezni és újra integrálni egy városi szövetbe egy egykori felhagyott gyár együttest. Volt egy konferencia, ami a Zsolnainak az előkészítéséről szólt. Rengeteg ötlet kerül be először, ezeket kell mederbe terelni, és akkor van értelme egy tervezési program kialakításának. Én ezt mondom egy nagyon fontos lépcsőnek. A megbízó meg a felhasználó nem építészújságokon nevelkedik, hiszen ő majd egy működtetője lesz ennek a negyednek, és lehet, hogy neki több idő kell, hogy megértse, hogy mi az a folyamat, amit majd lezajlik, és hogy higgyel, hogy a végeredmény az neki is csukor lesz, és egy olyan házat kap, ami végeredményben az ő érdekeit is szolgálja, és az ő 21. századi kultúra terjesztésének is egy jó háttere lesz, egy olyan hardware lesz mögötte, ami vállalható lesz. Összességében nagyon sok emberrel kellett együtt dolgoznunk. Kezdeném mondjuk azzal, hogy megszervezni egyáltalán a tervpályázatot, az önmagában rengeteg szakmai egyeztetést igényelt. Itt azt mondom, hogy itt Pécsen és Magyarországon szinte az összes nagyobb építésszel együtt kellett, hogy dolgozzunk. Elég, ha csak azt mondom, hogy nagyságrendileg egy 100 tervező van, aki ebben a folyamatban részt vesz, és ez nem csak építész, hanem szakági tervezők. Mi alapvetően egy konzorciumot képviselő mérnök csapat az, akikkel mi napi szinten tárgyalunk. Nagyságrendileg egy olyan 6-700 ember dolgozik itt, aki a kivitelezési munkákat végzi. Amikor a területet először a város kontextusában vizsgálni kezdtük, akkor ugye az nyilvánvaló volt, hogy egy gyár a város testében az mint egy idegen zárvány jelenik meg, és mint kerek egész ezt amennyire lehet meg is próbáltuk megtartani. Ugyanakkor nem is lehet leszakítani a város szövetről teljesen a kulturális negyedet, hiszen ez egy nyitott funkció. Ezért olyan beavatkozásokat tettünk rajta, amik egy picit bekapcsolják a város szövetbe. És igazából a koncertterem és a tudásközpont megépülésével, a Balokányligeten keresztül vezetett sétánnyal ez a kapcsolat ez átalakult egy valós gyalogos kapcsolattá, aminek a Zsolnai negyed déli területe a végpontja.
Az északi és déli területet azt ketté vágja a nagyforgalmú 6-os útnak a bevezető szakasza, ami Pécsre érve már Zsolnai Vilmos útként fut tovább. Ezért keresni kellett az élő kapcsolatot a két területrész között, végül egy híd mellett döntöttünk. És a tervpályázatban a híd az még semmiféle karakterrel nem rendelkezett, valami olyasmit szerettünk volna, hogyha ez nem egy olyan híd, ami pusztán csak egy átközlekedésre szolgál, hanem inkább egy út fölött átívelő közösségi tér. Ez egy kulcs eleme a Zsolnai kulturális negyednek, ezért ennek valahol egy jelnek is kell lennie. A szerkezetnek a szépsége, illetve a szerkezetnek az erőjátéka adja a hidaknak az esztétikáját. A kézműves hagyománynak és az ipari építészetnek az ötvözését próbáltuk ennél a hídnál bemutatni. Mintegy 12 építész team alakult, mindenki önállóan dolgozott a saját épületén, viszonylag nagy szabadságfokkal. Az eredeti koncepcióba, amit a tervpályázatban lefektettünk, abba bele is tudtak helyezkedni. Két tájépítész csapatot bíztunk meg azzal, hogy kezelje a meglehetősen kétarcú két területét, a Zsolnai kulturális negyednek, a déli és az északi területet. Látszik az épületeken az, hogy amikor elkészültek, valahogy az építészek arcának a lenyomata az benne van a házakban. Az egész Zsolnai negyedre jellemző a szövetes beépítés, és nagyon sok helyen az is felfedhető volt, hogy az új és régi épületek teljesen összeépültek. Tehát épület szakaszokat, traktusokat bontottunk például el, azért, hogy azok a házak, amiket mi megőrizni kívántunk, azok egy kicsi élettérhez jussanak. Például az egyetemi negyed zeneművészeti karának és a Mives negyed rezidenszállás épületei közötti bontás, és a bontás által például feltárultak a Mives negyedben található hangulatos belső udvarok. A Mives negyed az egyik olyan épületállomány, ahol a legrégebbi épületek találhatóak. Lépten nyomon meglepetésekbe lehetett ütközni, ezért nagyon aprólékosan kellett lehántogatni a hozzáépítéseket, meg az utólagos ráépítéseket az épületekről. Rekonstruáltuk a homlokzatokat. Vannak olyan homlokzatok, amik már annyira át voltak építve, az idő folyamán annyira megváltoztak, hogy nem lehetett rekonstruálni, ott egy-egy új elem, nagyobb kiváltás megjelenik. Elég sok helyen találhatóak kerámiák. Ezek a kerámiák a gyárnak tulajdonképpen mintadarabjai voltak, valamint a selejtes darabok is megtalálhatóak mint a falakon, mint a járófelületeken. Az egy cél volt, hogy amelyik kerámia a helyén megtartható, azt a helyén őrizzük meg. Itt a restaurátorokkal volt egy elég erős kapcsolat. Egyébként a restaurátorok feladatát azt egy országos tervzsűri kíséri a kivitelezés végéig figyelemmel. És sok olyan eset van, ahol új épületekre kerülnek rá ezek a kerámiák, hogy megőrizzük a Zsolnainak a szellemiségét. Zsolnai kulturális negyedben az alkotó és a családi negyed volt az, amivel én foglalkoztam. Az egykori E31-es vizsgáló laboratóriumnak egy nagyszabású bővítése. Ez egy 1000 négyzetméteres időszakos kiállítótér, és helyet kap itt. Egy planetárium, és a meglévő épület részben pedig egy interaktív kiállítás. A fő feladat, hogy a meglehetősen nagy épülettömeget, hogy lehet itt a kulturális negyed területén a régi műemlék épületek között úgy elhelyezni, hogy ez ne okozzon egy bántó, zavaró nagy tömeget. Félig a föld alá helyeztük, úgyhogy a tereplejtést kihasználva a zöld felület tulajdonképpen ráfut az épület tetejére, és így a Báb Színház körüli zölddel együtt egy meglehetősen nagy zöld felület alakul ki. Ez a félig föld alá nyomott épülettömeget átriumok szakítják meg, ahol némi fény meg levegő jut a kiállítótérbe.
Alapvetően legjobb, hogyha üres falak vannak egy ilyen időszakos kiállító térben, amik nem zavarják a mesterséges megvilágítást. A terek eleganciája a legfőbb kívánalom, hogy olyan terek, tércsoportok, átlátások jöjjenek létre, amikben jól érzik magukat az emberek, és tulajdonképpen ennek próbáltunk megfelelni a tervezés során. Pécsi lakosok és egyéb érdeklődők, turistáknak nyílt alkalmuk arra, hogy egy kerámiálapra tetszőleges mintát vagy üzenetet fessenek, ami aztán a Zsolnai gyárban került kiégetésre. Ezek ennek az épületnek a falán kerültek elhelyezésre. Kodály Központ egy építészeti Stradivári, vélekedik Maxim Vengerov hegedűművész, s nincs okunk vele vitatkozni. A koncert és konferencia központ tervezésére 2007-ben kiírt országos pályázatot a budapesti Építés Stúdió nyerte. A tervezés Keller Ferenc vezérletével csapatmunkában zajlott Hönig Richard, Fialovszki Tamás és Sólyom Benedek egyenrangú együttműködésével. Mindig meg szokták kérdezni, hogy a közös munka hogy működik, vagy hogy lehet egyáltalán, hogy négy építész együtt tervez egy épületet. Erre különböző elméletek vannak, mindegyikünk másképp értelmezi ezt. Van, aki ezt egy vonos négyesként fogja föl. Az én hasonlatom az arról szól, hogy olyan, mint egy váltófutás, vagy inkább, mint egy ilyen kerékpáros csapatverseny, ahol mindig az, aki a legjobb erőlétben van, és aki a leginkább tudja húzni a csapatot, az áll élre, és a többiek követik. De a csapat együtt ér be a célba ezek után. Az épület egy kőcsigára emlékeztet, de szó sincs arról, hogy mi eredetileg egy csiga vonalon indultunk volna el, hanem egészen a vége felé ismertünk rá tervezés közben, hogy az épületnek valami más összefüggése is van, más formája is van, mint amit mi eredetileg gondoltunk. Ahogy ráismertünk a csigára és belekapaszkodtunk a farkába, úgy el is kezdett húzni minket maga után, és onnantól már ez a csiga vezetett, és egy csomó dolgot megoldott. És így alakult ki egy viszonylag kompakt építészeti elképzelés. A koncepciónk lényege az volt, hogy egy kőépület, egy emblematikus héj, egy külső kemény burok veszi körbe a zenetermet, a koncerttermet, ami pedig egy puha fával burkolt terem, olyan, mintha egy óriási hangszer belsejében ülnénk. Hát mindannyiunk számára nagyon érdekes feladat volt, és nagy kihívás az, hogy először találkoztunk egy ilyen komoly akusztikai feladat megoldásával. Ez igénybe vettünk egy dán akusztikus segítségét is, de azt hiszem, hogy a végeredmény magáért beszél. Épület nem volna az, ami, ha nem beszélhetnénk vele kapcsolatban valóságos belső építészeti bravúrokról. Az épületért kapott év belső építészeti díj, az természetesen egy ilyen pozitív visszajelzés. Nyilván ez az egész egy folyamatnak az eredménye, hogy mi ide jutottunk, hogy ezt így tervezhetjük, mindig a Rádóval közösen. Az egész történet az még a Pécsi Bíróság, illetve a Debreceni Bíróságtól indult. Az építészeti koncepció az én olvasatom szerint ez a kéreg, illetve ez a fül, a csiga, és ennek a kibontásában belsőnek a lényegé, a nagy terem, mint az egésznek az eszenciája jelentette. Ezt az építészeti gondolkodást próbáltuk folytatni. Azt is mondhatnánk, hogy ez végül is a háznak a befordítása vagy kifordítása, ahogy vesszük. Háznak ugyanúgy összességében egynek kell lennie a külső és a belső tereivel egyaránt. És lehet azt viccesen mondani, hogy egy falburkolat az egy kifordított homlokzat, és ebből a szempontból nem más.
Nyilvánvalóan abból a szempontból más, hogy bizonyos részét csináljuk a háznak, és a belső az inkább a külső struktúrájából adódóan már valamilyen formában megjelenik. És egy koncepcionális elem volt, hogy a belső terek puritanizmusához képest egy sokkal melegebb, puhább, de ugyanakkor homogén, egynemű teret hozzunk létre. Az év belső építésze díj, amit most már másodszor kaptunk meg, az egy nagyon-nagyon fontos szakmai elismerés, és tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon sok erőt ad. A belső építész az talán jobban ismeri az anyagoknak a viselkedését, egy általános építész úgy. Ez a házban megfogalmazott építészeti gondolat annyira erőteljes, ilyen mantraszerű volt az én számomra legalábbis, meg szinte egy pillanat alatt bele lehetett élni magát az embernek ebbe. Nagyon érdekes például az, hogy a vázlattervtől kezdve hogy alakult ez az egész. Elindultunk ettől a csigától, vagy a barlangtól, meg a körülölelő tértől. Ilyen álomszintről indultunk szerintem, amiből végül is ez a végeredmény sült ki. És tényleg a nagy terem az biztos, hogy így 40-50 stáción keresztül alakult ki. A vizualitás az csak a felszín, az egy 20-rangú kérdés úgymond, mert az, hogy mondjuk akusztikailag jó legyen, vagy használatban egy széknek a kialakítása ergonomikus legyen. A szépség az az, hogy a formavilága az igazodjon a házhoz. Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont koncepciója Balázs Mihály építész nevéhez kötődik. Az épület azonban sokszereplős, összehangolt csapatmunka eredménye. Az épület koncepciója lényegében arról szól, hogy tisztázzuk, mit jelent a 21. században egy könyvtár. A könyvtár hagyományos funkcióit, szerepét elég jól ismerjük, de az információs társadalomban betöltött szerepe eléggé tisztázatlan. Arra próbáltunk válaszolni, hogy milyen szerepe, milyen funkciója, milyen értelme lehet egy könyvtárnak manapság. Az épület tömegformálásakor egy kompakt formát kerestünk. Ennek két oka volt lényegében. Az egyik az a heterogén építészeti környezet, ami a házat körülveszi, ami nem nyújt kellő számú igazodási, illeszkedési pontot ahhoz, hogy egy új épület azokra figyelve készüljön. És egy másik, ennél talán fontosabb szempont, hogy a kompakt épülettömeg egy könnyen fönntartható, kevés energiával működtethető épületet eredményez, és ezt mi kiemelt szempontnak tekintettük. Az épület tervezését természetesen nem egy személyben végeztem, hisz manapság egy ház megtervezése rendkívül bonyolult mérnöki építészeti feladat. A legközvetlenebb munkatársaim Tarnoszki Tamás és Tatár Balázs építészek voltak, de rajtok kívül csomó mérnök dolgozott még, akiknek a nevét most túl hosszú volna felsorolni. Megemlítést kíván még mindenképpen Nagy Márta kerámikus művész, aki a kaptár jellegzetes belső burkolatát készítette. Az LKF utáni városi élet egészen biztosan más, mint ami korábban volt. Tehát amit igazából szeretek a városban ma az, hogy pezsgőbb a belső élete. Most szerintem arra kell koncentrálnunk nekünk a városban,
hogy ezeket az eredményeket, ezeket föl tudjuk tárni, és tudjunk segíteni, és nagyon határozott, és néha tényleg kritikus hanggal tudjunk támpontokat adni a város vezetésének arra, hogy milyen irányba kell a jövőben lépni. Pécs aligha lesz még egyszer Európa kulturális fővárosa, ám ha az építészeti innovációk hatására hangulatos európai kultúrváros marad, az mindannyiunk számára nyereség.